A hagymatikon feldíszítve, már ünneplőbe öltözve várja a betérő vendégeket. Több éves hagyományra nyúlik vissza a komplexumban, hogy megrendezik a TIEL köszöntő sörfesztivált, amely idén kiegészült grillel. Továbbá az egyik román ünnephez is kapcsolódnak, majd a programok és a kínálatban is visszaköszönnek a szomszédos ország hagyományos ételei, amelyekről Berki József étteremvezető számolt be televíziónknak. Előételként készültünk tepertőkrémes pirítóssal, levesként, hogy kedvezzünk a román nemzeti ünnepen eljövő és ide látogató vendégeknek, pacollevest fogunk készíteni. Készítünk magyar gulyáslevest is, próbálkoztunk színesíteni, hogy minden nemzet megtalálja a kellő ízvilágát. Magyar ételekből csontos sertéskaraj, steak lesz jóasszonyragúval és csülökpéknémódra, és a román ételekből választottuk a mícset, választottunk egy tört passzújt süldebrecenivel, és még egyéb finomságok is lesznek a kínálatban. Természetesen a desszert sem hiányozhat. Az édes kínálat mellett a sós is nagy figyelmet kap, így készítenek házi tepertős és burgonyás pogácsát is. A különleges felhozatalon túl a megszokott menüből is tudnak majd válogatni a 4 nap alatt a fürdőzők, csütörtöktől vasárnapig. A finom falatokat kézműves sörrel kísérhetik le az ínyencek. A fóti sörfőzde fog kitelepülni, 3 helyen lesz elérhető a fürdőn belül, a főpénztár aulájában, az étteremnek a kávézójában és az étteremnek a bár részénél. Úgyhogy többfajta kézműves sörrel és hagyományos sörrel is készülnek a sörfőzdétől. Mi szerveztünk hozzá élőzenét, úgyhogy a főpénztár mögötti aulában az élménytér bejáratánál élőzene is várja délutántól az ide látogató vendégeket. A hétvége hangulatát szerb, román és magyar népzene alapozza meg. Szó esett arról is, hogy már bejelentkezett csoportok vannak, akik a programra érkeznek. A hagymatikumban a szilveszterre is tematikus programmal készülnek. A filmcsillagok éjszakájára, svédasztalos vacsorával, pezsgővel, élőzenével és meg annyi különlegességgel várják a szórakozni vágyókat.